Magyar Hangok. Berlaki István. Mezei Kitti. Andrész Kati. Szabó Máté. Megyeri János. Verseny László. Perzselő szenvedélyek. Hamis játék. Felség? Ó, te jóságos ég! Laura, én szeretem Robertet. Muszáj beszélnem vele, akkor biztos minden tisztázódik. Persze. Én csak azt akarom, hogy boldog légy. És irigyellek. Robert legalább bolondul, érted? Ah, vagy ha Benjaminra gondolok. Ah, nem tudnád kideríteni, hogy mi baja van velem? De hát nincs veled semmi baja. Mindig olyan elutasító. Pedig már mindennel próbálkoztam. És... Tessék! Bocsásson meg, önnél van a herceg? Nincs. Miért? Nem találom. Eltűnt. Már mindenütt kerestem. Talán kilovagolt. Természetesen az istállóba is telefonáltam. Tegnap maga még beszélt vele, miután én távoztam. Igen. És mondott valamit velem kapcsolatban? Nem. Önt egyetlen szóval sem említette, de egyszerűen eltűnni anélkül, hogy elbúcsúzna, ezt még sosem tette. Most hova mész? Igen. Igen? Ursula, hová repült Friedrich? Tehát valóban elrepült? Még Józsefnek sem mondott semmit. Reggel 6-kor beszállt a helikopterbe. De ne aggódj, felhívom a pilótát, és megkérdezem, hová vitte a herceget, rendben? Kastorp jelentkezett már? Nem. De nem is csoda, ahogy ti vélekedtek róla. Ursula, mi... Igen, így van. Egy nő megérzi, hogy a férfi szereti-e vagy sem. Nem csalt meg, nem is tudott semmiről. De hogy te is elítéled, én azt hittem, a barátom vagy. Az is vagyok. Lehet, hogy tévedek, és a te megérzéseid helyesek. De egy nő sem érzi mindig, hogy a férfi szereti-e vagy sem. Itt van Laura például. Tehetek bármit, egyszerűen nem fogja fel, hogy nem szeretem. Tudod, ebben az ügyben én sem értelek. Mit lehet ezen nem érteni? Többet vár tőlem, mint amit adhatok. Ennek vége. És miért? Egykor szerettem, de az már rég volt. És azóta... Azóta... Mennem kell. Gessweinhez? Igen. És kérlek, légy őszinte Laurához. Ő ezt megérdemli. Én is sajnálom. De akkor is ez van. Na nézd csak, itt van, ügyes, jó. Elég, Louis, még olyan alakja lesz, mint neked. Az én alakom nem alak, hanem szakmai ártalom. Nem igaz, drágám?
Nem, kérem, ne jöjjön közelebb. Nem szeretném elkapni a náthát, és a kicsi sem. Már megint ilyen savanyú képet vág. A gyereknek még rémálmai lesznek. Az arcom van magánügyem. Csak közölni akartam, hogy az uraságoknak ma nem kell ebédet felszolgálni. És a reggeli? A felség azt is visszaküldte. Úgy látszik, a személyzeti kantin szakácsával degradáltak. Maga mondta? De ha már szóba hozta a témát, a személyzetnek is igénye van kiegyensúlyozott, tartalmas ételekre. Homárra és rákra mi? És őszfilére meg sült vadkacsamerre. Azzal a másfél csillaggal dicsekedjen az uraságnál. Nekünk egy is elég lenne, akár fél is. Én minden esetre megtagadom, hogy továbbra is az előző napi felmelegített maradékot vegyem magamhoz. A tisztelt unokájának minden esetre ízlet. Hol van egyébként? Őt is elüldözte? Jó, hogy szóba hozza. Rendkívül kívánatosnak tartanám, ha a kissé tartózkodóban viselkedne vele szemben. Ha érti, mire gondolok. Már csak az hiányzik, hogy éjjelente gitározzon az ablak alatt. Na hát ezt kikérem magamnak. Oké. József? József lenne olyan kedves, és kihozatná a kocsit. Csak nem maga akar vezetni. De hát van jogosítványom. Ó, Istenem, Doroti. Te nagyon rosszul nézel ki. Menj, feküdj le gyorsan. Jó, és mi van Nikolájja? Az nem gond, őt magammal viszem. Gyere ide, drágám. Ideje, hogy megismerd a cégedet. Álljon ki a hercegnő kocsijával. Igen, köszönöm. 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 Szia, Nikolaj. Szia. Jó bulást neked. Talán Geszvein doktor tudja, hová repült a herceg. Repült? Igen, Benjamin látta reggel a helikoptert. Ó. Szia. Megmondtam Józsefnek, és neked is ugyanezt mondom. Nem, nem, és harmadszor is nem. Leo. És ne gyere ezzel, mert nálam ez nem jön be. És ha megígérem, hogy ezentúl egyetlen lépés sem teszek nélküled? Ezt már ismerem. De most komolyan gondolom. A hit üdvözít. Még soha nem kérdeztem, hogy miért fogadtad el annak idején az állást, amikor a herceg felajánlotta. Miért? Bizonyára nem a pénz miatt. Nos, sajnálom, ha csalódást kell okoznom, de én építettem egy kis fészket egy asszonynak. Az asszony kirepült, és magamra hagyott a törlesztéssel. Na jó, meg van még egy motorom. Hamburgba kell mennem. Vagy velem jössz, vagy én is kirepülök egyedül. Ahogy a herceg, ő is elrepült egyetlen szó nélkül. Hogyan? De hát miért? Azt hittem, tegnap tisztáztátok. Igen, én is ezt hittem. Te velem. Szükségem van rád. Minek kellek én neked? Van saját testőröd. Ez minden? Maga most viccel? Sajnálom, de a többi film nincsen meg. Nincs? Ez mit jelentsen? Volt itt minden. Ölelések, csókok. És? Ez a hajdani rendőr a lány testőre valahogy eltüntette az összes filmet. Máig nem tudom, hogy hogyan. De adjon nekem még egy esélyt. Esküszöm, ha ad még egy esélyt. Most már tudja, hogy követi őt. Maga egy nulla. Bocsásson meg, de voltak kiadásai. Na remek, akkor könyvelje el tanuló pénznek, és tűnjön el. Tudja, hol az ajtó? Legyen óvatos. Maga közülük való. És bemocskolta a kezét. Ha nem téríti meg a költségeimet, az lesz az új hobbim, hogy magát minden lehetséges és lehetetlen helyzetben lekapom. Ah, igen? Maga a Coleman klinika főnökével kefél, Oberndorf professzorral. Mi van? Bocsi, de tudja nálam az első számú szabály, informálódni a megbízóimról. Tehát, vagy ad még egy esélyt, hogy megcsináljam a munkát, vagy kifizeti a költségeimet, mégpedig most. Tűnjön el, vagy kidobatom.
kérlek, Ursula, én inkább a kocsiban várnék. Egyetlen lépés sem teszek nélküled, megmondtam. Jó, de ne így. Na, gyere már. Jó reggelt. Jó reggelt. Jó reggelt. Jó reggelt. Jó reggelt. Jó reggelt. Látod, a többi cégvezetőnek is van asszisztense. Igen. Köszönöm. A szép iroda. Levennéd a felsőjét, ha megkér. Persze. Schröder asszony, a herceg a házban van? Nem tudok róla. Jó. Mondja meg Gessmein doktornak, hogy itt vagyok, jó? És kérek egy kávét. Egy kannával? Igen, pontosan egy kannával. Hárman vagyunk. Hárman. Igen, vagy te nem kérsz kávét? De, persze. Csak azt hittem, te akarsz beszélni Gessmein doktorral. Kérlek, jelentkezz, Hamburgban vagyok, Robert. Igen? Jó, hogy itt van. Jó napot. Jó napot, Bachschuster úr. A fiatal ember is itt van. Igen, gondoltam, elhozom. Dorothy beteg, és Friedrich elutazott. Nem tudja véletlenül hová? Nem. Maga nem tudja, hová repült? Sajnos nem. De miért akart beszélni velem? Nos, amit mondanom kell, az bizalmas. Abszolút magánjellegű. Csak önre tartozik, és nem hinném, hogy szeretné, ha egy harmadik személy... Rendben, doktor úr. Lent várok. Maradj itt. Ülj le. De... A kávé. Tedd kérem oda, majd kiszolgáljuk magunkat. Köszönöm. Kastorpóról van szó, feltételezem. Igen, többek között. Igen. Köszönöm, Schröder asszony, és kérem, ne zavarjanak a következő fél órában. Tehát valóban azt akarja, hogy jelen legyen a testőre? Leo a barátom, és mindent pontosan tud. Há, igen, igen. Tehát? Kastorp úr néhány napja eltűnt. Elmulasztott néhány fontos megbeszélést, és úgy vélem, hogy a viselkedése elfogadhatatlan. Azonnali hatállyal felmondok neki, feltéve, ha ön is egyetért. Nagyon kérem, kerülje a drasztikus intézkedéseket, amíg nem beszélek Kastorp úrral. A viselkedése önnel kapcsolatos. Igen. És amennyiben Beate hercegnő szóba hozná, kérem, ne hallgasson rá. Úgy érti, hogy ön és Kastorp hercegnő. A herceg mindenről tud, és magát is kérem, hogy ne beszéljen, amíg nem látok tisztán. Ez az oka a váratlan elutazásának? Ezt nem tudom. De hercegnő, én csak... Ez így nem megy. Mi ez itt? Kisded óvó vagy kávéház? Mi ez? Ez felfoghatatlan. A másik kérdés, amiről feltétlenül beszélnünk kell, úgy gondolom, jobb, ha rám bízza a koncern vezetését. Mi? Igen, ugyanis tévedtem. Azt hittem, valahogy majd csak megoldódik minden. De az emberek nem tudják, hányadán állnak, hogy kinél van a kormányrúd. Hát magánál természetesen. Akkor szerepet cserélünk. Maga átveszi a kormányrúdat, én, mint kapitány, meghatározom az irányt. Ne értsen félre, én úgy érzem, hogy ön nagyon tehetséges és lelkes, de azt hiszem, nem nőtt fel a feladathoz. Ezt soha nem is állítottam. És nem értem, hogy maga most miért olyan... Haladéktalanul tájékoztatom a herceget, és ha most megbocsát... Ne izgasd fel magad. Olyan, mint a többi férfi. Nem bírja elviselni, hogy nő a főnöke. Igen. És megengeded, hogy a kocsiban várjalak? Ez egyszerűen nem nekem való. Csak ücsörgök itt, és nem mondhatok semmit. Én is megyek, elegem van mára. Habár előre mennél, és magaddal vinnéd Nikolájt. Igen, persze. Megyek utánatok. Várunk. Nincs jobb szer az influenzára, mint a hideg alma ecetes borogatás. Ez rosszabb, mint a megfázás. Igen? Bachschuster úr, telefonon keresi. Igen. A hercegnő. Fenség?
Igen, József, jelentkezett a herceg, vagy próbált engem elérni? Nem, sajnos nem. Jó, ha telefonálnak, kérem, mondja meg, hogy bármikor elérhet a mobilomon. Úgy lesz. Sajnos meg kell állapítanom, hogy hiányzik a kis utazótáska, és hogy itt felejtette a gyógyszerét. De a gyógyszerei nélkül... Igen, magam is a legrosszabbtól tartok. Segíts már! De nem akarok. Na jó, rendben. Azt úgyis észreveszi, és akkor jelentkezik. Ezt erősen kétlem, nélkülem ugyanis nincs, aki figyelmeztesse. Hát igen, jó. Legalább Dorothy jobban van már. Azt hiszem, igen. Éppen a Kneipp kúrával próbálom gyógyítani. Meg akar ölni! Félrebeszél a láztól. Csupán szeretném megakadályozni, hogy a megfázás a hörgökre húzódjon. Maga egy angyal, Bachschuster úr. Jól van. Viszont hallásra. Viszont látásra. Először legyen a Louvre, az új Apollo terem. Most renoválták. Napóleon korabelit még nem ismered. Nem. Aztán a Louvre üvegpiramisa alkotta fényben. Ezer éve nem jártál itt. Igen. Hogy még az esküvődre sem hívtál meg. Ezt sajnálom. Bonsoir. Bonsoir, patron. Patrick, comment allez-vous? Ale patron, ez úgy hangzik, mint a tiéd lenne a bolt. Igen, megvettem a boltot. Valamiből csak meg kell élnem. Mit iszol? Verre de vin rouge, s'il vous plaît. Et toi? Nem, ez a... Igen. Te könyved? Igen, még nem ismered. Nem. Aha. Itt írtam. Olyan üres így. Igen, ezért lehet itt jól írni ilyenkor. A vendégek később jönnek, ez a nappalim és a dolgozom egyben. Aha. De folytassuk, utána a Tuileriák, a Louvre után, és aztán kimehetünk Versailles-ba. Nem, nem. Holnap után koncert lesz. Mondd csak, miért terveztél meg mindent? Gondoltam, neked itt ez kell, és... Kész vagyok. Teljesen kész. De gyereked van, feleséged, aki szeret. Pontosan ez a baj. Minden egy szerződéssel kezdődött, és egy galériával. Ezért kellett az örökös. De sajnos más lett belőle. Aha, beleszerettél. Mindig is volt hozzá tehetséged, hogy beleszeres elérhetetlen ideálokba. Jellemző? Journal d'amour, te már csak tudod. Ő nem szeret? De, talán. Nem tudom. De másképp. Igen, ez az a pont, ahová valamennyien eljutunk. Ráadásul viszonya van. Nem lényeges, egy beosztottal. Minden esetre én nem bírtam tovább, és elmenekültem az éleple alatt. Na jó, valójában hajnalban. Jó napot, Mertesz asszony. Itt van a hercegnő? Igen, de egy pillanat. Castorp úr. Köszönöm. Castorp, még ide mer jönni? A képeket akarom. Nem jelenhetnek meg. Ah? Tényleg elcsavarta a fejét? A képeket. Kérem! Nincsenek képek, csak értéktelen szemét, és már rég a papírkosárban. Sajnálom magát, Castorp. Thornwald elintézte magát. Ha Ursula nem rúgja ki, megteszi Geszvein doktor, vagy a herceg. Ez minden? Igen. És most tűnjön el. Honnan tudta Ursula testőre, hogy Hamburgban vagyok, és nem New Yorkban? Magán Ursulán és rajtam kívül senki sem. Van ennek még valami jelentősége? Megmondjam. Nem bírta kivárni, és elárulta a hercegnek. Megkérhetem, Castorp úr. Ilyen könnyen nem adom fel. Geszvein nem fog kirúgni, Ursula meg végképp nem. Martens asszony! Szeret engem. És el fogja hinni, hogy semmi közöm ehhez. Akkor maga naívabb, mint gondoltam. Castorp úr távozni akar. És utána kérem, hozassa ki a kocsimat. Igenis, fenség. Igen, belehabarodtál, Friedrich. Ahogy ismerlek, mint embert. Nyilván eljátszottad a nemes, jóságos, fantasztikus férfit, a valóságban pedig hittél a csodában, hogy esetleg ő is beléd szeretett, és így varázslatos módon megéred a második, sőt, talán a harmadik tavaszt. Már nem bírom tovább.
és már nem is akarom. Ez a te életed, Friedrich. Élvezd. Élvezd a szép feleséged látványát. Élvezd a pillanatokat a gyerekeddel, és gondoskodj róluk. Mi egyebet akarhatsz még? Ó, hagyd abba, ezek közhelyek. Nem, ezek nem közhelyek. Én mindent megpróbáltam. Közhelyek. Nyilván nem komolyan próbáltad. A vágy. De nem a vágy a legszebb a szerelemben. Gyere, kocincsunk a szerelemre. Apropó, talált ki, kit láttam legutóbb Londonban egy megnyitón. Az anyósodat. A hercegnőt? Igen, és rólad beszélgettünk. Nemhogy rólad, de valójában egész idő alatt másról sem beszéltünk, csak rólad. Az a gyanúm még nem felejtett el. Látogasd meg. Ursula! Beszélnem kell veled. Igen, persze. Mindent meg tudok magyarázni. Gyere! Robert, én nem tudom, mit gondoljak. Mindenki azt mondja, hogy egy követ fújsz be a te hercegnővel, de én ezt nem hiszem el. Hogy csak azért rendezted ezt, hogy kompromitálj. Kérlek. Ez nem lehet igaz. Vagy... Nem igaz. Csak kezdetben, amikor még nem ismertelek, akkor mondtam, hogy hajlandó vagyok belemenni. Mi? De utána rögtön befejeztem. És világosan megmondtam Beáte hercegnőnek, hogy nem csinálom tovább. Ursula, szeretlek. És te is engem. Hé, Ben! Felnyergelték Ursula lovát. Az istállóban van. Történt valami? Igen, hát persze. Találkozott Kastorppal, és azóta egyetlen szót sem szól, csak állandóan sír. És a herceg? Fogalmam sincs. Nem a céges jettel. Ursula. Kérlek, most nem akarok erről beszélni, csak szeretnék egy kicsit egyedül lenni. A lovad már vár. Vigyáznál addig Nikolájra? Persze. Szia, drágám. De legalább Kastorp tisztázta az ügyet. Jó, de akkor is. Ursula mindvégig bízott benne. Maga meg öregnek. Úgy értem, az utolsó, mondhatnám legutolsó kísérlete után, hogy a bátyja feleségét kompromitálja a világ előtt. Nem tudom, miről beszél. Kérem, hercegnő, mindent tudok. Megértem, hogy magának Ursula meg a fia szálka a szemében, de hogy gyűlöletében kockáztatja a család jólétét és hírnevét, ez nem megy. Figyelmeztetem, hogy ne vigye túlzásba. Hagyja békén Ursulát, vagy... Vagy mi? A bátyja elleni akciók során sok nyomot hagyott hátra. Vannak tanúk, csak meg kell őket keresni. És én meg is teszem. Ezt maga mondja? Éppen maga? Maga, akinek egy call girl az ágyasa? Hogy tetszene egy vastagbetűs cím? A Thornwald koncern vezérigazgatója egy prostituáltal hentereg. Jennifer Anast, igen. Nem mondja, hogy nem tudott róla. Ez jellemző lenne magára. Ez aljas hazugság! Sörlány!
Sörlány! Igen? Kérem, tájékoztassa Gessvein doktort a látogatásáról, Jennifer Anasnál. Jártam nála, de 2001 éjszakáért nekem egy kicsit húzós. És a hétvégén a nagy szerelme Frankfurtban volt? Az éves bankár találkozón. Közvetlenül a penthouse bár alatti lakosztályban, a Hotel Atlantisban. Köszönöm, Sönleny. Egyet viszont tudok. A bátyám a konok régi módi felfogásával kitér a hitéből, hogyha megtudja, hogy maga ilyen pozícióban mit művel. Maga semmitől sem riad vissza, igaz? Ha te úgy, én is úgy. Sokszor figyelmeztettem és felajánlottam, hogy dolgozzunk együtt. De maga mindent akar. De ez csupán időkérdése. Friedrich ideje lejár, és akkor... Valamit elfelejt, hercegnő. Én nem vagyok nemesi származású, ahogy maguk valamennyien. Én az utcáról jöttem, és ott más ősi szabályok vannak. Túlélési módszerek, ha érti, mit akarok mondani. És Tonvald ezért lett azzá, ami. És nem maguk által. Engem kidobhat. De pótolni nem fog tudni. És ezt maga is pontosan tudja. Várjon itt, kérem, jó? Igen, valóban meggondolatlanság és udvariatlanság részemről, hogy betörök, és ráadásul bejelentés nélkül. Nem, én kedvelem a spontaneitást, de most, hogy már itt van, valóban udvariatlanság lenne, ha még egy teát sem inna meg velem. Muszáj, hogy tea legyen. Nem. Megnézhetem a zongorát? Természetesen. Úgy, és most szeretném tudni, mi szél hozta erre. Elhinné, ha azt mondanám, hogy csak szerettem volna viszont látni. Nem, azt nem hinném. Miért nem? Maga elbűvölő, gyönyörű asszony. Igen. Egy elbűvölő nagymama. Ó, nem. De én tudom, hogy nézek ki. Legalább hozott egy fotót Nikolájról. Nem. Tudja, meglehetősen váratlanul utaztam el. Egészségére. A magáéra. Ah, de van nálam. Ez itt a... Nagyon szeretem ezt a képet. A születése előtt. Nézze a fejecskéjét, hát nem aranyos. Igen, tiszta apja. Nem az apja. Azért az anyjának is volt része benne. Igen, és a papa elutazott Párizsba. Párizsba. Igen. Ah, meglátogatta Henri Lacroix-t? Így van. És ez a lehetetlen ember, kifejezetten kértem, hogy kezelje bizalmasan a beszélgetést. Úgy volt. Ő nagyon-nagyon diszkrét. Tulajdonképpen az Albert Hallba készültem. Ma a Gustav Mahler szerepel a programon. Mahler? Igen. Őt nagyon szeretem. Az ötödik egy álom. Igen. De sajnos nem kaptam jegyet. Ó, ezen változtathatunk. Károly herceg pályájában még biztos van hely. Igen, talán magának. Na igen, valamire csak jó a rang és a több mint 1000 éves családfa, nem? Mondtam már magának, hogy sem a herceg, sem a hercegnő nincs itthon. Kérem, mondja meg, hogy... Hamburgban van, de hogy a herceg mikor jön vissza, nem tudom. Megengedi, hogy megvárjon. Várni. Ursula, kérlek, adj 10 percet. Kérem, mondja meg az úrnak, hogy nem óhajtok beszélni vele. Igenis.
Ursula, fenébe is! Tisztelettel kérem, Kastorp úr! Jó estét! Mi van? Ülj már le! Hányszor voltam már itt nálad? Mi? Ötször, hétszer, tízszer? Mondjuk tízszer, az kerek szám. Mit csinálsz? Tízszer, az akkor 20 000. Elég 20 000? Uli, azóta, hogy együtt vagyunk, nekem ahhoz semmi közöm. Már semmi közöd? Felfrissítsem az emlékezetedet. Bankár találkozó Frankfurt, Hotel Atlantis. Az egy dolog, hogy hazudtál nekem, de én bíztam benned. És te szégyentelenül visszaéltél a bizalmammal. És ha elmúlik a bizalom, akkor már nincs mit tenni. Igen, halló? Leo, én vagyok. Igen, azt hiszem, vissza kell még jönnöd. Adhatok még? Nekem viszont közön. Igen. A maga krumplipüréjére nem tudok nemet mondani. Jobban vagy már? Igen. József nyakborogatása valóban csodát tett. A köhögés minden esetre elmúlt. Én nem kérek többet, köszönöm. Hozzá sem jut az ételhez. Ursula, ne aggódj. Friedrich biztos felhív holnap. Monakóból, Rómából vagy máshonnan, és minden rendben lesz. Nem tudom, valahogy rossz érzésem van. Ne. Mi lenne, ha holnap kihajtanánk a hintóval? Nikolájjal. Az neked is jót tenne. Uh-huh. Csak azt nem mondja, hogy mégis enne valamit. Ezt honnan veszi? A maga látványától elmegy az étvágyam, de behozhatja a szobámba. Ha, ha, ha. Nem, komolyan? Benjaminnek tennéd? Hát persze. Szia. Én mindjárt visszajövök. József? József? Hm? Mi történt? Jó. 5 perc. De utána vége ennek a nevetséges megszállásnak. Csak azért mentem bele, beállt te a játékába. Te játéknak nevezed? Nem, természetesen nem. Miért nem mondtad meg az igazat? Legalább a tengernél. Mert mindent tönkretettem volna. Így is tönkretettél. Kérlek, hidd el, nem tudtam a fotósról. Direkt egy nappal korábban jöttem vissza New Yorkból, és azért vittelek el Hamburgból, hogy végre egyedül legyünk. Szeretlek. Ursula. Kérlek, ne! Itt vannak a képek. Nincs több. Voltam Beate hercegnőnél, és megmondtam a véleményem. Ez az összes? Igen. Kérlek, bocsáss meg. Kérlek, különben nem tudom, hogyan tovább. Talán meg tudok bocsátani, de... elfelejteni nem tudom. Sajnálom, kérlek, most menj el. Ez nem lehet igaz. Maga mit keres még itt? Ne, Leo. Kastorp úr távozik. Nem hallotta? Jöjjön. Ursula, kérlek, menj be a házba. Menj vissza Londonba, amíg Geszvány doktorral eldöntjük, mi a legjobb.
Nem akarlak többé látni a cégnél. Utoljára, Castor Pur. A műsornak vége. Szálljon be! Mi? Csodálatos volt veled táncolni. Csak nem fáradtál el? Helyes. Reméljük, mindjárt a tárgyat érnek. Ó, Martin! Beate, szeretlek. Szeretlek. Veled akarok élni. Feleségül akarlak menni. Martin. Én is szeretlek. Tényleg szeretlek. Sokáig tartott, amíg elhittem, hogy igaz ez az érzés. De a feleséged akarok lenni. Eszetekbe ne jusson behúzni a függönyt. Csodálatos életünk lesz együtt. Martin, Martin, kérlek, húzd be a függönyöket. Csak a kert. Te abba hagyod a munkát a cégnél, én meg a klinikán, ezentúl csak előadásokat tartok. Martin, kérlek, húzd be a függönyöket. Húzd be, kérlek. Felülem. Amit akartam, megvan. Na, gyere szépen. Igen. De jobb, ha tudjuk az igazságot. Igen. Igen. Igen, nektek volt igazatok. De én végig hittem benne. Friedrich még mindig nem jelentkezett. Most elmész aludni, és holnap jól lesz minden megint. Jó éjszakát. Jó éjszakát. Csak ha távol vagyok, lehetsz közel hozzám, mert nem zavar a hétköznapok kegyetlen álsága. A szívemben most olyan vagy, mint voltál életünk legszebb óráiban. Éget a vágy, de jól tudom, csak a távolsághoz közel hozzád. Csak ha távol vagyok, akkor vagy az enyém igazán.
tulajdonképpen miért nem tegeződünk? Mi rokonok vagyunk. Maga, te, maga, anyós. Én akkor Krisztine vagyok. Én meg Friedrich. Mivel tartozom? 15. Oké, rendben. Viszlát. Jenny? Jennifer! Jennifer! Én vagyok. Alszol? Ébresztő! Ébredj! Ébredj fel, Jenny! Ébredj fel! Ébredj fel, Jenny! Ébredj! Hé! Jennifer! Ébresztő! Jenny! Jenny, a fenébe mit művelsz? Hogy tehetted ezt? Én kérek egy mentőt. Öngyilkossági kísérlet aldatóval. Igen. Alexander Strasse 17. Harmadik emelet. Jennifer Annast. Kérem, siessenek! Magyar hangok. Berlaki István, Mezei Kitti, Szabó Máté, Andrész Kati, Megyeri János, Vas Gábor, Madarász Éva, Láng Balázs, Versényi László, Juhász Zoltán, Bőm Anita, Juhász György. Magyar szöveg Niklós Krisztina, hangmérnök Hegede Béla, vágó Makai István, gyártásvezető Kovács Marian, szinkronrendező Kirkú Rikó. A szinkront a TV2 megbízásából a Masterfilm Digital készítette.